Azokban a napokban Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk: ne féljetek, íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok, az Úr Krisztus Dávid városában. Ez lesz nektek a jel. Kisdedet találtok, pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Isten dicsőítve ezt zengték: dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, mindnyájan tudjuk, hogy mit ünneplünk most karácsonykor, Jézus születését. És érdekes, hogy a 88. Zsoltár, ami a vigília misében a válasz a Zsoltár, azt mondja, hogy boldog a nép, amely tud ünnepelni. Kicsit olyan furcsa, hogy ki nem tud ünnepelni. Mindnyájan tudunk ünnepelni, bulizni. Mi az, hogy boldog az a nép, amely tud ünnepelni? És fontos, hogy amikor a kereszténységben meg az Istennel kapcsolatban ünnepről beszélünk, sokkal többről van szó, mint egy egyszerű esti ünnepség. Az az ünnep, amit az Isten ad, az egy örök ünnep, az nem múlik el soha. De miért is ünnepelünk? Hallottuk itt az evangéliumban, hogy és az Alleluja versében is: nagy örömet hirdetek nektek, mondják az angyalok. Üdvözítő született ma nékünk, a Messiás, a mi Urunk. És ugye azt mondja az evangélium végén, hogy ez lesz nektek a jel. Kisdedet találtok, pólyába takarva és jászolba fektetve. És nagyon különös, mi hozzászoktunk már. Jézus istállóba született Betlehemben. Betlehem akkor se volt egy világváros, istállóba, szegénységbe, jászolba. Most gondoljunk bele, hogyha én azt mondanám, hogy itt mindenki örüljön, mert itt a város szélén az istállóba született egy gyermek, elég furcsán nézne rám mindenki, meg lehet, hogy valaki hívná az orvost, hogy a diakonussal baj van. De nagyon fontos, hogy mi ez az ünnep, miért Krisztus, az Isten miért így jött el hozzánk. Hallottuk az olvasmányban, ami egy jövendőlés Izaiás prófétától: a nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. És fontos, biztos mindnyájunknak van ilyen tapasztalata, emlékszünk ilyen eseményekre és időszakokra az életünkből, amikor hát ez a sötétség volt, nem láttuk. Jobban nehezedett ránk az a kérdés, hogy miért is élünk. Csomó probléma, nehézség volt, nem láttuk az értelmét. És nyilván itt a bűnnek a sötétségéről is beszél. Akkor van bennünk ez az üresség, ez az aggodalom is, sok minden miatt félelem, és próbáljuk sokszor betölteni a mindennapokban. Mások véleményével, barátokkal, ünnepséggel, pénzzel, mikor, hogyan.
és mindig marad egy üresség. És pont Krisztus pont azért jött el, hogy ezt az ürességet betöltse. Nem tudom, hogy ki milyen helyzetben van most, meg milyen az élete, sok embert nem ismerek annyira, de az Isten nagyon jól tudja, hogy milyen a mi életünk, hogy mire van szükségünk, hogy mi az, ami valóban nehézséget okoz, és hogy hogyan tudunk valóban boldogok lenni. És az Isten pont azért jött el, mert nem messziről akart, messziről is megoldhatta volna. Ő szólt, és megteremtette a világot. Lett a világosság, lett a szárazföld, de nem csak messziről akar hozzánk beszélni, hanem emberré lett. Azért lett emberré, hogy velünk lehessen. János evangéliumában az elején azt olvassuk, hogy az ige testé lett, és ezt úgy is, tehát ha szó szerint fordítjuk, úgy is lehetne fordítani, hogy az ige sátrat vett bennünk és köztünk. És nagyon fontos, hogy valóban az Isten bennünk akar lenni.